Kedvenc fagyim a pisztácia. A sós karamella az, amivel bármikor le lehet venni a lábamról. A kedvenc fagyim az a sárga dinnye. Nem volt még olyan, hogy egy gombóc citromot visszautasítottam volna. A tejmentes fagyikat szeretem, mert kevésbé terhelik meg a gyomrot. Már nem is annyira spéci, de azért nekem még különleges a tihanyi kamemberes fagyi, ami az egyik kedvencem lett. Kipróbáltam a sörfagylaltot. Borzalmas volt, úgyhogy azt kerüljétek jó messzire. Egyszer ettem tormás fagyit, nem lesz a kedvencem. Ami szerintem iszonyat finom, az a hűtött kókuszdió kókuszvize, de mivel itthon viszonylag kevés a pálmafa, ezért körbenézek a városba, mivel hűsíthetjük magunkat a nagy melegben. A spéci jégkrémek alapvetően Dél-Amerikából származnak. Ami nagyon fontos, hogy növényi teljes alappal készítjük őket, tehát abszolút állati eredetű mentes, tejmentes. Valódi gyümölcsből attól speciális a készítési módszere, hogy nagyon gyorsan fagyasztjuk a már kész mixet, tehát körülbelül 10 perc, amíg kész lesz a jégkrém. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a jégkristályok nem épülnek nagyra, sokkal puhább lesz a jégkrém, harapható lesz. Próbálunk egy ilyen trópusi ízvilágot visszahozni, tehát nem például nagyon domináns a mangó, nagyon domináns a kókusz. Alapvetően nem adunk hozzá vizet, ez mindig mindenkit meglep, mert a gyümölcsnek annyit, annyi gyümölcsöt rakunk benne, hogy alapvetően megadja azt a bázist, amire nekünk szükségünk van, illetve kókusz és rizstejet használunk. Hogyha kiválasztottuk a jégkrém alapot, mi a következő lépés? A következő lépés az mindig az, hogy választhatsz, hogy étcsokiba vagy fehér csokiba, már csak itt rögtön előtted. Konkrétan fél perc alatt ráfogy a folyékony csokoládé, roppanni fog, és még egy szórást is választhatsz rá, például pirított fekete szezámot. Na, akkor kimegyünk, elnyaljuk. Gyerekek, ez a kókusz, ez isteni, a fehér csoki az roppan rajta, és ezek a kis magvak egy ilyen játékos sós ízt kölcsönöznek a jégkrémnek. Tulajdonképpen folyékony nitrogén segítségével készítünk friss fagylaltokat, ami azt jelenti, hogy az itt látható folyékony halmazállapotú alapanyagokat egy ilyen kicsinyít tálba összekeverjük. Ugye attól függ, melyik fagyit választjátok, annak függvényében még extrákat teszünk bele, és utána a mínusz 197 fokos folyékony nitrogén ráöntjük, ezáltal egy fagyás indul el, és így lesz a folyékony alapanyagokból egy fagylalt a végeredmény. És most kerül bele a mínusz 197 fokos folyékony nitrogén. Ami miért jó? Mert frissen, sokkal kisebb kristályokra fagyasztja meg az alapanyagot, ezáltal sokkal krémesebb és lágyabb fagyit fogsz kapni, mint bármelyik másik fagyizóba, ahol mondjuk már előre kész van. Most a kedvencemet készíti a Domi, ez a Chucky Choo. Egy vanília alap az alapja, amiben 70%-os belga csoki chips kerül, illetve friss banán még. A tetejére pedig sósmagyaró és egy kis karamell. A banános, sósmagyarós abszolút bejön. Valahogy így. Nekem is, ez a kedvencem. Egy csomó jó dolog benne van, amit szeretünk. Így van. Magyaró, banán, csoki, vanília. Honnan jött a felhőfagyi ötlete? A felhőfagyi ötlete az Angliából érkezett. A felhőfagyi nálunk igazából kettő fő komponensből áll össze. A maga a fagyi, ugye egy olasz, náluk vannak ott a tejszínes olasz fagyi, lágyfagylalt, illetve a maga a felhő, az a vattacukor. Van a csoki mázzal, mátott fánkos, van az oreo kekszes, az unikorn is, nagy kedvenc, illetve a sós patogatott kukoricás. De ezt a fagyit kizárólag édesszájúaknak ajánlom, de amire nagyon kíváncsi vagyok, az a szarvának az ízére. És jó, természetesen édes, de jó.